A plakátokat nézve is rendkívül izgalmasnak tűnik a fesztivál versenyprogramja. Az 1989-ben életre hívott fesztivál, ahogy Kisvárda polgármestere fogalmazott, összegyűjti a magyar színjátszás legújabb értékeit. Különösen nagy öröm számomra, hogy idén is részesei lehetünk ennek a mindig izgalmas, igényes programfolyamatnak, hiszen, amint tudják, sok bizonytalanság, reménykedés előzte meg azt a felemelő pillanatot, amikor eldőlt, hogy nem szakad meg az 1989 óta tartó sorozat folytonossága. Ezután hálásan köszönöm mindazoknak az áldozatos kitartását, bizakodását, értékés munkáját, akik hónapokon át azért fáradoztak, hogy ma az elkövetkező napokban együtt ünnepelhessük a magyar színjátszás legújabb értékeit. A versenyprogram a teljesség igénye nélkül olyan társulatokat vonultat fel, mint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tomba Miklós Társulata, a Komáromi Jókai Színház Társulata, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, Pince Színház vagy épp az Orlai Produkció. A versenyprogramon kívül zenés darabok szórakoztatják a közönséget a Pannonvár Színház vagy a Veresegy Színház jóvoltából. A program összeállítását hosszú és szervezett munka előzi meg. 25 színtársulat érkezik, 25 előadás van, de ebből csak 19 a versenyprodukció. A válogatás pedig úgy történik, hogy a színházak ismerik a helyszíneinket, arra ajánlanak előadásokat, és mi elmegyünk és megnézzük ezeket az előadásokat. Azért ajánlanak a helyszínre előadásokat, mert ők tudják, hogy milyen szenikai feltételekkel felel meg a produkciójuk, hogy fér be tulajdonképpen ezekre a helyszínekre. És a Balogh Tiborral közösen meglátogatjuk ezeket a helyszíneket, és kiválasztjuk az előadásokat. Arra törekszünk, hogy mindig az évad legjelentősebb előadásait válasszuk ki, azért, hogyha ki ide látogat Kisvárdára, az egy ilyen keresztmetszetet kapjon a határon túli magyar színjátszás ez évadjából. A 2023-as év zsűri tagjai Dienes Blanka színésznő, Kis József Jászai Mari díjas színművész rendező drámaíró, Szekeres Szabolcs színikritikus, Szigeti Réka dramaturg és Németh Ákos József Attila díjas drámaíró műfordító rendező. Németh Ákos arról beszélt, hogy zsűri tagként mi az az alapvető igény, ami elvárható egy előadástól. Hogy hasonlóan egész egyszerűen ennek vannak, hogy is mondjam, szerzői oldalról is trükkei, most ezeket nem beszélem ki, de hogyan kapunk el egy nézőt, hogy kapjuk el a figyelmét az elején, és hogy nem engedjük ki tovább, és ezt várom az írott művektől. Az előadástól meg azt várom, hogy hát, már eddig két előadásban pazar színészetet láttunk, a rendezőtől meg azt várom, hogy vezesse a színészeket, tehát hogy legyenek okosan vezetve, és legyen értelme annak, amit csinál. Hogyha ez megvan, akkor az alapfok megvan a színházhoz, és azt már fogjuk élvezni. De hangzott a katarzis szó, meg hasonló. A katarzis az azért ritkább dolog, az nem lehet egy alapkövetelmény, de nem árt, hogyha előfordul egy fesztiválon, az egy-két olyan előadás betalál, ami akár katarzist is okozhat. Ebbe csak reménykedni lehet. A fesztivál péntek este vette kezdetét, és egészen szombatig tart.